Vér. Vár.
szorít, emelnyed. Földedbe bevernek, mint jelző karót, élethosszig fizetheted ezt az adót. Jön a defterdár, s tőle megtudod, néhány szép napért mennyi az ár. Mi volt az életed? Hiába kérdezed. Ahogy a helyet nézed lépeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsi kokárda vagy világnak gondjukában. A második világháború utolsó éveiben a németek ellen harcoló szövetségesek, angolok, amerikaiak, oroszok megegyeztek a háború utáni Európa felosztásáról. Nyugat-Európa angol-amerikai, Kelet-Európa, így hazánk is, a Szovjetunió befolyása alá került. 1945. áprilisában véget ért a második világháború. Az ország romokban hever. A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek óriási erővel láttak hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság megborította az embereket. Az ön vezetője Rákosi Mátyásnak, aki igazi diktátorként vezette az országot. Megszüntette a többpártrendszert, csak a kommunista párt működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzorok vizsgálták. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A falusi emberektől elvették terményeiket, állataikat. A városi munkásoknak igen nehéz volt a megélhetésük. Az értelmiség nem mondhatott igazat. Aki az igazságtalan rendszer ellen szót emelt, az börtönbe, átnevelő táborba került, vagy kivégezték. A világ beteg most, nem én, a világ szíve fáj. Nem én sorvadok, a remény. Nem én tűnök, a táj. A szó, a gondolat, a tetnyákásan meglapul, s önmaga csiga háza lett, a szellem is. Való. Szabadság, ó mennyi lakosszájában forgatott, így aljasított el akkor minden gondolat. Majd egyre erősebben követelték vissza Nagy Imre miniszterelnökségét.
23-án a rendszer hibái ellen békésen tüntető diákok mellé, mint többen sorakoztak fel. Egyszerű emberek, munkások, járókelők. És reformálni.